Altábor nagyúr, az ország 19 helyszínén zajlik az országfutás, lenti kiemelt szerepet játszik most. Hogyan értékeli, mi a célja ennek a rendezvénynek? A Magyar Honvédség szerepvállása a koronavírus elleni küzdelemben fogalmazhatnék úgy, hogy kiemelt. Egy hibrid háborút vívunk, amely több hadszíntéren több időszakot ölelt át. Azt gondolom, hogy az első időszakot lezártuk azzal, hogy lokalizáltuk a járványt, és ebben részt vettek a katonáink is. Milyen szerepben? Egyrészt részt vettek ugye a határ zárásában, nem csak lent a migrációellenes küzdelemben, hanem fent a szlovák határnál, fönt Ausztriánál határátkelőket ellenőriznek katonáink. Katonai jelenlétfokozó járőreink vannak a nagyvárosokban, tranzitzónákat ellenőriznek a katonák. Nagyon fontos, hogy több mint 1000 egészségügyi intézményt, idős otthont fertőtlenítettek, mentesítettek katonáink. Kijelölt kórházparancsnokaink vannak itt Zala megyében is, ezzel hozzájárulva a készletgazdálkodásnak a biztonságához, és természetesen a létfontosságú ipari vállalatok működtetésében is részt vesz a Magyar Honvédség. Miért szerveztük? Mert a Magyar Honvédség beszeretné azt bizonyítani, hogy amellett, hogy ilyen sokrétű feladatot lát el, és részt vesz a koronavírus elleni küzdelemben, a fizikai felkészültség, a kiképzés nem állt le, a Magyar Honvédség továbbra is kész az alaprendeltetésbe adódó feladatok ellátására. És miért pont lenti? Azért, mert ez egy kiemelt katonaváros volt a múltban, szeretnénk a gyökereinket, hagyományunkat megőrizni, és a lenti polgárainak megmutatni, hogy a Magyar Honvédségnek a szintere vagy a szívében mindig is kiemelt helyet foglal el ez a volt katonaváros. Ön fontosnak tartotta, hogy személyesen is példát mutasson? Természetesen azt gondolom, hogy az a vezetési elv érvényesül a Magyar Honvédségben, hogy nem irány előre, hanem utánam. Ez nagyon fontos, és a személyes példamutatás a parancsnok úrtól, a vezetőktől elvárt, és én azt gondolom, hogy ezáltal is szeretnénk arra inspirálni a személyi állományt, hogy lássák, hogy a parancsnokaik futnak, tehát ők is vegyenek részt a mozgásban, a fizikai felkészítésben, és fussunk a magyarok egészségért. Én azt gondolom, hogy Európa, világ és Magyarország élete gyökeresen megváltozott az elmúlt időszakban. Januárban még nem gondoltuk arra, hogy az a járvány, amely Kínából indult, ideér Európába, és ilyen súlyos mértékben érint minden területet, a gazdaságot, az oktatást, az egészségügyet. Én azt látom, hogy nagyon jól kezeltük. Az előbb hallottam egy nyilatkozatot a parancsnok úrtól, és azt mondta, hogy ő azért fut, mert nem azt mondjuk, hogy előre, hanem utánam, tehát mind példát mutat. Én azt gondolom, Magyarország egy picit példát mutatott abban, hogy hogy lehet a vírus kezelni. Példát mutatott egy Magyarország miniszterelnöke, aki reggel 6-kor kezdi az operatív törzsel a működést, és délután kormányülése fejezi be, és 3-4 órákat alszanak 60 napja. Hihetetlen, hogy Európán és a világon nem látok nagyon olyan kormányfőt, aki egy személyben így kezeli, viszi és irányít a dolgokat. Ennek köszönhető az, hogy ma Magyarországon ilyen állapotok vannak, hogy az 1000 főre vagy 1 millió főre jutó halálesetek száma az egyik legalacsonyabb, nagyon kevés a megfertőződés. Ami mai napot illeti, ennek a keretében azért vagyunk itt, mert fontosnak tartjuk az egészséges életmódot, a mozgást, a futást. Függetlenül attól, hogy bezárkóztunk egy picit a szobáinkba, lakásainkba, egy picit lehet kifele mozdulni. Nagyon fontos, hogyha egészségesek vagyunk, sokkal jobban fel vagyunk vértezve a különböző betegségek ellen. Erre is szolgál a mai nap, egy példamutatás, és hát arra is szolgál, hogy nagy köszönetet mondjuk a Honvédségnek, hiszen a Honvédség példamutatón hátál, a 170 kilométeren annyi helyen védekezünk, a 2200 kilométer hosszú az országhatáron körbe megyünk, ebből 171 kilométeren védik az országot, és hát volt egy nagyon nagy probléma, hogy Magyarországon át akartak menni különböző állampolgárok, románok és mások, és ezt a tranzitudvonalat is kezelték, ami nem volt egyszerű, hogy kamionokkal, magánautókkal mindenki hazaérjen abba az országba, ahol lakik, ahol vannak a szeretteik. Ezt is jó kezelték le, de azt gondolom egy példa, amit a Honvédség letett az elmúlt időszakban.